Tehetséges siklósi fiatalok kulturális műsora színesítette a városi kitüntető címek és díjak átadó ünnepségét. Az elismerések közül elsőként a díszpolgári címet osztották ki, melyet Bender Józsefnek ítélt oda a képviselőtestület. A kitüntetést fia Bender Attila vette át, a díjazott ugyanis posztumusz kapta az elismerést. És ez kötelezettséget is ró rám, én próbálok a nyomdokaiba lépni, hát sajnos ezt én már most látom, hogy nem fog menni, habár mindent elkövetek annak érdekében, hogy nyomdokaiba léphessek. Én úgy emlékszem rá, hogy, és ez itt kimaradt, hogy a családban is hatalmasat tett, mert akkor, amikor az 1956-os események után nálunk teljes vagyonállkozás volt, és talpra kellett állni, és az akkori rendszer csak gáncsot adott az egész családnak, az egész családot felemelte is, és tudta vinni a hátán. Úgyhogy aznak dacára, ugye, hogy ezeket a társadalmi feladatokat, amiket ő végzett, akár a sport útján, akár a politikai síkon, vagy akár a különböző borászati rendezvényeken, meg ő volt az első borút elnöke, ő volt a siklósi Tenkeshegyközségnek az elnöke. Ezek mind olyan feladatok voltak, és társadalmi feladatok, amiket ő ellátott és sikeresen végigvitte. A díszpolgári cím mellett még számos díjat osztottak ki, miközben újabb tehetségek mutatkoztak be más-más területen. A rakodópart alsó kövén ültem. Néztem, hogy úszik el a dinnyehé. Alig hallottam sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova. Zavaros, bölcs és nagy volt a Duna. Mint az izmok, ha dolgozik az ember. Reszel, kalapál, vályogot vett, ás. Úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulat. Az ünnepséget a város 45. születésnapjához kötötték, ugyanis 1977. április 1-én kapta meg a település a városi rangot. Alapvetően úgy raktuk össze a város születésnapjának a programsorozatát, hogy az indító esemény, az indító rendezvény az mindenféleképpen a városi kitüntető díjaknak az átadása volt. Erről korábban nyilván a képviselőtestület döntött, és azt gondolom, hogy nagyon jó helyre kerültek a díjak. Itt végighallgatva a méltatásokat, én azt gondolom, hogy minden díjazottunk megérdemelte a végzett tevékenysége, az életpályája során elvégzett munkája, a város irányába elkötelezett lokálpatriotizmusa mind-mind arra determinálta ezeket a siklósiakat, vagy siklóshoz kötődő, de már nem Siklóson élő embereket, közösségeket, cégeket, akik rendkívül sok munkát végeztek el abban, hogy Siklós egyáltalán várossá tudott avanzsálni vagy válni. Az is nyilván egy óriási munka volt, egy nagyon hosszantartó, nehéz, rögös út és folyamat, amíg ez 1977 április első napján meg tudott történni, és köszöntőmben is elmondtam, hogy ezeknek az embereknek, ezeknek a közösségeknek rendkívül fontos szerepük van a város jelene és jövője szempontjából is. Ők azok, akikre mindig, minden esetben, minden helyzetben számíthatott Siklós, mindig minden esetben, helyzetben támogatták a várost, akár városi rendezvényről volt szó, akár egy fejlesztésről volt szó, vagy akár csak egy rendezvényen való megjelenésről volt szó. De említhetem itt a város kialakulásában tett elévülhetetlen érdemeket, ami különböző városrészek felépülésében, például a DDC gyárhoz, a cementgyárhoz, illetve az ott dolgozók közösségéhez kapcsolódik, vagy kiemelhetném például azt is, hogy az elmúlt két évben az egész egészségügyi vonalon kik és milyen tevékenységet hajtottak végre itt a veszélyhelyzet vonatkozásában, is vállaltak plusz feladatot azért, hogy óvják, védjék a siklósiak egészségét, de egyébként a sport vonalán is kimagasló tehetségek és csodálatos életpályák kerültek elénk, úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy méltó módon tudtuk elindítani a város születésnapját. Egészen biztos vagyok benne, hogy minden díj jó helyre került, és látva itt a rövid beszédeket, illetve
a díjazottaknak a meghatottságát. Azt gondolom, hogy méltó módon sikerült elindítanunk ezt az ünnepet. Én végtelenül boldog vagyok, hogy 2 év után végre át tudtuk adni ezeket a kitüntető díjakat, hiszen 2019 év végétől a 20-as és a 21-es év is sajnos eltelt úgy városunkban, hogy a képviselőtestület az ismert okoknál fogva nem tudta átadni ezeket a kitüntető díjakat.